nyári szemesztert látjátok. Mai fél óránkban összeállítást láthattok az egyetemi tavasz programjaiból. Lesz koncert, felolvasóest és kiállítás. Minden, ami a kultúrára érzékeny lelkeknek nyári manna lehet. Tartsatok velünk! A Szegedi Próza Nostra irodalmi folyóirat felolvasóestje a Grand Café vetítőtermének sejtelmes félhomályában zajlott. A környezet hűen tükrözte a könyvek hangulatát. Szükség volt pár percre, mire a közönség és a beszélgető felek is teljesen feloldottak a Próza Nostra mostani irodalmi estjén, melyet az idén 65 éves George R.R. Martin Tűz és jég dala könyvsorozatának szenteltek. Hogyan változtatnak sorsokat, hogyan kerülnek emberek az útjába ennek a politikai gépezetnek, és ebből a szempontból, hogy a trónokharc, az a Game of Thrones, mint egy ilyen fajta szövegszervező el, vagy általános metaforája magának a regényeknek, az hasonló az, hogy minden napokban dolgozik például körülöttünk a politikai gépezet. A prozanostra.com egy online irodalmi folyóirat, ezek az estek pedig egyfajta publikus térben való kivitelei, ahol próbálnak olyan embereket megszólaltatni a szervezők, akik relevánsan hozzá tudnak szólni a többeket érdeklő témákhoz. A prozanostra.com az egy irodalmi, online irodalmi folyóirat, amit szegedi fiatalok szerkesztenek, én vagyok a főszerkesztője, és az lenne a célja, hogy a populáris kultúra és a populáris kultúrának a szövegeit, azt abból egy ilyen reprezentatív válogatást nyújtsunk az olvasóknak, és könyvkritikákat közlünk ezekről a populáris kulturális termékekről. A hangulatos beszélgetést a Próza Nostra főszerkesztője vezényelte, beszélgető partnerei pedig Stemmler Miklós, a Magyar Trónokharca könyvsorozat szerkesztője, és Molnár Gábor Tamás irodalomkritikus és az ELTE adjunktusa voltak. Nem a véletlen műve, hogy a trónok harcára esett most a választás. Szabó István szerint erre kétféle válasz is létezik. Kétféle válasz van rá, az egyik egy diplomatikus azért, mert nagyon sok mindenkit érdekel, és esetleg sokan eljönnek, meghallgatják, hogy van egy ilyen megfelelési terv, hogy minél több emberhez eljussunk. A másik az kevésbé diplomatikus, az sokkal inkább őszinte, mert engem ez érdekel. Én nagyon szeretem az első évadot, azt szerintem nagyon jól sikerült adaptáció volt. A második évad jóval kevésbé. A harmadik évaddal pedig most kezdtem el ismerkedni pont tegnap este, hogy idejöttem, az előtt néztem meg az első két részt. Ott is voltak gondjaim. Mégpedig nyilvánvalóan nehéz dolog adaptálni egy könyveket kapásból filmre, és még adaptálni egy olyan dolgot, amely ráadásul ennyire szétágazó, épp ezért már egy epikus fantasy szövegről beszélünk. Az est kezdetén esett pár szó az íróról, George R.R. Martinról is, aki rendkívül sokoldalú szerző. Első körben sci-fi regényeiről lett ismert a 70-es években, majd forgatókönyvíróként dolgozott Hollywoodban, és a 90-es években fogott bele a Tűz és jég dala sorozatba. Ez hozta meg számára a világsikert, a legtöbben mégiscsak most ismerték meg a könyveit, a belőlük készült sorozat révén. Köztük Molnár Gábor Tamás irodalomkritikus is. Először a tévésorozattal találkoztam, az első évadot néztem meg, és utána gondoltam, hogy nyáron szórakoztató olvasmányként a kezembe veszem, és ahogy ilyenkor lenni szokott, persze nem sokára a munka is kapcsolódott hozzám, mert felkértek, hogy írjak egy kritikát az első négy kötetről, ami akkor magyarul is megjelent. Stemmler Miklós szerkesztő és a könyvsorozat kapcsolata különös és izgalmas módon indult, rögtön az első könyvek elolvasása után. Én úgy lettem a sorozat szerkesztő és egyetlen kiadói szerkesztő a későbbiek során, hogy 2002-ben vagy 2003-ban, talán 2003-ban annyira felháborodtam a trónokharca kiadásnak a minőségén, hogy elmentem kihozni az asztalt, majd felvettek lektornak. A közel másfél órás beszélgetés baráti hangulatban telt, poénokkal és érdekes háttértörténetekkel úgy, hogy közben mégsem árultak el túl sokat a trónért folyó viszályokból, nehogy valaki hamarabb tudja meg a történetek végét, mintsem, hogy elolvasta volna őket. A hangsúlyt főleg a könyvekre, esetleges történelmi háttereikre, a karakterek ábrázolására helyezték az est folyamán, de nem lehetett kikerülni az erőszak és a szexualitás nagymértékű jelenlétét sem az egyes fejezetekben és a sorozatban. Azt gondolom, hogy óriási kockázat volt a csatorna részéről, és ami nagyon bejött nekik igazából.
Mert azt gondolom, hogy az nagyon fontos megjegyezni, hogy mert hogy teljesen igaz, hogy az HBO-nál nagyon bőkezően bánnak a szexualitással, az erőszakkal meg ilyenekkel. Ezek itt a legtöbb helyen, a könyvek mindenhol, a sorozatban pedig a legtöbb helyen funkcionálisak, van nekik értelmük. Az est elkerülhetetlen kérdése volt, kinek melyik szereplő áll legközelebb a szívéhez? Tyrion egyrészt, azért, mert a humora meg a mondjuk a cinikussága miatt egy vonzó szereplő, vagy a világlátása miatt. A másik pedig Bran, mert azt a fajta fantasy mélységet, tehát a ködösségnek, vagy hogy az ilyen végtelen időnek a fantasyre jellemző érzetét, azt az ő fejezetei teremtik meg a legjobban. Nem lesz nagyon eredeti válasz, hogy a Tyriont szeretem nagyon, akit ugye Peter Dinklage alakít a sorozatban, és egy egészen eredeti figura. Egy nehéz kérdés igazából ki a kedvenc karakterem. Tyrion Lannister a közönség kedvenc, így nagyon szeretem Tyrion Lannistert, de mostanság például jobban kedvelem, mint karakterként Jaime Lannister, az ő bátyját, aki nagyon hosszú időn keresztül egy ilyen rossz fiú volt magában a sorozatban. Martin az egyik interjúban elárulta, már tudja, mi lesz a történet vége, nem céltalanul megyünk előre a történetben, hanem szépen lassan haladunk a végkifejlet felé. Reméljük, hamarosan megtudjuk, ki Habasjon anyja, és végül kiszerzi meg a trónt. A Vietmód után a valódi őskor elevenedik meg a Móra Ferenc Múzeum kiállításán. 100 méteres barlangfolyosó, a kőkorszaki szakik autója és ősember arcrekonstrukciók várják a látogatókat, hogy ne csak nézzünk, hanem át is tudjuk élni, milyen lehetett az élet több ezer évvel ezelőtt. Nem hordott inget, sejem nyakkendőt, divatos őszbőrbe öltözködött. Úgy ment a bárba, a bűnbarlangba, látott egy jó nőt, hát elvonszolta. A Móra Ferenc Múzeumban az őstörténeti kiállításon a Flintstone-járgányt is kipróbálhatják a gyerekek, emellett régészkedhetnek és egyéb érdekes dolgokat is csinálhatnak. Az ősember! Itt az Alföldön, de Magyarországon is ismereteim szerint ennyire összeszedetten, ennyire átfogóan még ilyen témában nem rendeztek kiállítást. Az Egyszer volt az ősember című tárlat május 2-án nyitotta meg kapuit. A látogatók megismerkedhetnek az emberré válás hosszú folyamatával és az őskori állatvilággal is. A prokonzullal indítjuk a kiállításunkat, amelyik tulajdonképpen az első olyan élőlény volt, amely az ember kialakulásának útjába mutat. A szakértőknek megoszlik a véleménye, hogy mennyire lehet ezt még ebbe a vonalba besorolni, de többen sorolják az első olyan egyedként a prokonzult, amelyik már afele mutat, hogy itt valami változás lesz a biológiában. Azért az ember kialakulása elkezdődik, és végülis a napjainkban a homo sapiens sapiens-szel fejezzük be a kiállítást. Tehát lehet azt mondani, hogy közel 20 millió évet ölel fel. Természetesen a tárgyanyag, amit itt bemutatunk, ez ennél sokkal kevesebb. A kiállított tárgyak, csontok mellett, akinek kedve van, régészkedhet, de a falra festett méretarányos állatképek mellett állva azt is megtudhatja, mekkora egy mamuthoz képest. Itt gyakorlatilag interaktív játéktól kezdve régészkedésen át egy kis iglószerű kunyhon keresztül kézzel foghatóan bele mehetnek ennek a folyamatnak a valóságába. Puzzle-szerűen összerakhatnak egy csontvázat. Hátam mögött látható ábrákhoz, hogyha odaállnak, ahol életnagyságban láthatják a mamutot, a kartfogú tigrist, viszonyíthatják a léptékeket, hogy mekkorák voltak ezek az állatok. A barlang folyosón sétálva korabeli használati tárgyakat, fegyvereket és barlangfestményeket tekinthetnek meg.
A múzeum célja, hogy a tárlat folyamatosan bővüljön. Az érdeklődők egészen október 30-áig látogathatják majd a kiállítást. A Karintit Olvasók Baráti Köre, azaz a KOBA 2004-ben alakult a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának irodalmi csoportjaként. Évente több alkalommal is rendeznek nagy sikerű összejöveteleket. 2004 óta az irodalmi estek rendszeres látogatója Karinti Márton, Karinti Frigyes unokája. Egy üres presszó van itt a fejben, itt fenn mindenki csendben elrejt. Megírnak, beszélget neki, meg úgyis mindent kitalálok, fecsegnek és mérlegelnek. Költőbírók elképzelnek, súgnak, búgnak, terelget neki, meg úgyis mindent. Karintit Olvasók Baráti Köre, ez tudtom alakul alakult, amikor az én Ördöggör című könyvem megjelent, azt hiszem 2004-be, 2003-ba jelent meg, és 2004-be, és azóta én tulajdonképpen visszajáró lélek vagyok. Remélem nem csak kísértetként, hanem tehát örömteli várt emberként, de ezt úgy érzem, hogy ez mindig nagyon nagy szeretet, és gyakorlatilag folytatjuk mindig a beszélgetést. Tehát úgy beszélünk már a Jóskán, szoktam is neki mondani, mint Hacsek és Sajó a kávéházban, folytatjuk a megkezdett értést és félreértést. 2004-ben azt a célt tűztük ki magunknak, hogy egy kulturális hidat fogunk létesíteni, az egyetemista főiskolás ifjúság, illetve Szeged város lakossága, illetve Szeged kulturális eseményei, kulturális szereplői között. Én úgy gondolom, hogy ez azért sikerült, bár egy kicsit ugye kibővítettük azóta, mivel elvégeztük hál' Istennek a főiskolát, illetve az egyetemet, ugye mi tagok, alapítók, és kicsit kimerészkedtünk nyilván a megyébe, anyagilag sajnos, hogy túl sok mindent nem engedhetünk meg magunknak. Fölvettük kapcsolatot különböző színi társulatokkal, annak idején még a Szókincs társulattal, amit Dánok és Zsóka vezetett, és gyakorlatilag így kerültünk ide, már évek óta járunk vissza ide a Gyögyő klubba. A műsorban Karinti Frigyesnek és kortársainak verseit dolgozták fel, rövid, humoros jelenetekben, vagy szavalták el. Felcsendült például Karinti Gábor őszi dalának megzenésített változata gitár és fuvola kísérettel. Őszkering az udvaron, bánat ring a köveken, a KOBA-kkal karöltve működik a Hódmezővásárhelyi Károlyi Színpad. Tagjai tehetséges, fiatal színészpalenták, színjátszók, akik a Gyögyő klubon kívül is gyakran lépnek fel szerte a megyében. Most a Nagy Rímhányó Romhányi egyik művét a Variációk Rókára és Hollóra címűt dolgozták fel. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka? Holott más a szokás 2000 év óta. A róka néma volt, a holló messüket. Kérem elnézésüket. Mindig kértem a közönséget, hogy ne az legyen olyan ex-katedra, annál unalmasabb nincs, mikor kiáll egy művész és mesél az ő vajudásáról, meg a verseit felolvassa hosszan, hanem legyen egy alap, és akkor beszélgessünk, mint a kávéházba. És akkor rögtön kialakul valami, remélem, hogy itt is így lesz, családias, és nem előadók, és ők a hallgatók, akik passzivitásra vannak ítélve, hanem társak és beszélgető társak. A színházban is egyébként azt szeretem, ha a nézőtér velünk játszik. A program valóban nem csak költemények felolvasásából állt, bár ezek adták meg az este alaphangulatát. Karinti Márton beszélt a könyveiről, a színházról, a régi idők keserédes emlékeit idézte fel, sőt, még a családi élet és a karintiság miben létébe is betekintést engedett. 125 g fohacukor, 125 g csokoládé, 8 tojás, egy valériás cukor, 50 g mandola, 40 g piskótamorzsa, egy kávéskanál sütőbor. Ebből áll ez a készítmény, ami kitaláltál, hogy mi lesz. Ez nem a legújabb karinti szelet, amit a hadik kávéházban lehet. Így van. Akkor talán hülye. A karintiságról beszélünk valamiről, aztán a legfontosabb, hogy nagyapám azt mondta, hogy hát nem szabad úgy itt hagyni a világot, ahogy találtuk, és ez azt hiszem nemzedékről nemzedékre a családunkat jellemzi, és én magam is megpróbáltam a saját színházzal, meg most már talán az írói művemmel is hozzátenni valamit ehhez a ne hagyjuk így itt a világot dologhoz. De úgy látszik, hogy ez a ilyen ismert családoknak a, hogy mondjam, keresztje, hogy ezeket el kell viselni.
aki itt érdekel ez a téma, illetve Karinthy Márton történetei, élete, esetleg Karinthy családnak az érdekességei, az mindig eljön. Tavaly évben nem volt itt Márton, mert elfoglaltsága volt, de 2004 óta gyakorlatilag azt hiszem ez a második, vagy az volt a második év, hogy kimaradt. Hódmezővásárhelyen és Szegeden is, Kiskunorosmán is voltunk ilyen jellegű rendezvényen. Emellett nyilván számos más dolgot is csinálunk, együttműködve a Hódmezővásári Károly Színpaddal különböző fellépéseket szoktunk vállalni. Most a Néma Levente című heltai darabot játsszuk, és gyakorlatilag járjuk a megyét ezzel a darabban. A Kobak minden kétséget kizáróan elérte célját, a Karinthy szellemiség megőrzését és továbbélését. A felolvasókör minőségi kikapcsolódást nyújt a szépirodalom iránt érdeklődő ifjúságnak, humorral, nevetéssel, intellektuális szórakozással megfűszerezve a mindennapokat. Most jöjjön egy kis mozgás, hiszen az egyetemi tavasz bővelkedett sportprogramokban. A Szevasz tavasz a bölcsész hallgatókat megmozgató eseménysor volt. Nézzük, ki mennyire volt aktív ezen a délutánon. Az idei tavaszt is a Szevasz tavasszal köszöntötték a bölcsész hallgatók. A jó időre, a számos sportlehetőségre és finom feladatokra való tekintettel mi is kilátogattunk a rendezvényre. Elsőként nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint a Himalája expedíció helyett egy 8 méteres fal megmászására. Itt a nyertes, aki megmászta a 7,5 méter magas falat. Annyi volt? Annyi volt. Nézzem, rezegnek a kezeid? Többnek éreztem, hát enyhén igen, de most rájátszok igazán. Volt tériszonyod? Nem, mert nem néztem le, inkább úgy fizikailag éreztem a magasságot, tehát nehéz, nehéz nagyon. És az ember tudja, hogy ki van biztosítva, és mégis, mint hogyha az élete forogna kockán. Voltál már egyszer ilyen, vagy voltál hegyet mászni? Igen, vagy igen. Ilyen kalandparkban voltunk, amikor ilyen, nem tudom, 20 méteres fenyőfák tetején landoltunk, és csúsztunk, másztunk, de ez egész más, mert egy teljesen függőleges falon mész. Én nem merek, mert tériszonyom van, bár az előző az oktató azt emlegette, hogy direkt ezért veszik fel a hallgatók is, igazam van? Igen, igen, gyakori eset. És általában sikerül leküzdeniük a tériszonyukat. Egy hihetetlen adrenalin bomba különben, bármi sportág mellé is kifejezetten kiváló szabadidős tevékenység. Tényleg minden porcikát megmozgat, tényleg csak javasolni tudom, ajánlani tudom mindenkinek. Ja, Istenem! Imádni fogja. Én nagyon félek! Imádni fogja. Rendes sportprogramok mellett például futball, tenisz, kosárlabda, ezek mellett kipróbálhatják idén először a vízifocit is, valamint a vít, kisebb sportokat is, mint például a darts, valamint a sportrendezvények mellett most már vannak drogprevenciós teszt, egészségteszt, valamint személyiségteszt is. Miután adrenalin szintünk helyreállt, kipróbáltunk párat az említett sportok közül. Például a kengó jumpot, amivel jókedvűen, hatékonyan égethetjük a kalóriákat. Egy speciális eszközös óráról, vagy órán fogtok részt venni. Maga a speciális eszköz az a kengú cipő, úgymond, amit a lányok most itt a lábukra húznak föl. Az a lényeg ennek az egésznek, hogy nagyon szórakoztató, forradalmian viszonylag új dolog, mert azért már jó néhány éve van itt Magyarországon minden városban szinte. És annyit kell tudni róla, hogy van rajta egy mandula alakú talp, és ennek a mandula alakú talpnak köszönhetően ízületkímélő maga a foglalkozás. Tehát ez a mandula alakú talp fölfogja a rezgéseket, ezért akinek tél problémája vagy gerinc problémája van, az is azért valamilyen szinten ezt megpróbálhatja, csinálhatja. És ez mellett, ami nagyon-nagyon jó benne, és ami nem elhanyagolható, az, hogy 20%-kal nagyobb kalória felhasználás van egy órán, mint egyébként bármiféle más aerobik órán. Hát akkor lássuk azt az edzést, remélem hatásos lesz. Új, de nagyon jó úgy ugrálni, nagyon élvezem. Mi a nehéz benne?
Az egyensúlyt megtartani, ez nagyon nehéz. Az össze-vissza ugrásnak, főleg, amikor az egyik egyensúly az egyik lábom, a másik lábom áttéve. Én most először próbáltam ki, de egyelőre nagyon izgalmasnak tűnik, és alig várom, hogy újra kipróbálhassam. A fiúk örömére fitness rutánc is volt, amit mi sem hagyhattunk ki. Ez a nőies, de kemény testedzés ötvözi a táncos és akrobatikus elemeket. Már járok 3 hónapja, csak megláttam, hogy kijöttek a rutáncosok, és akkor így ide jöttem gyorsan pörögni egyet-kettőt. Elcsábultál ezek szerint, tetszik a dolog? Jaj, abszolút. Én meg kell, hogy mondjam, hogy annyira jó mozgásforma, tehát abszolút erősít, szálkásít, alakformálónak is teljesen tökéletes. Szóval én nagyon megszerettem amúgy, úgyhogy ajánlom mindenkinek tényleg. Amint láthattátok, rengeteg színes programon vettünk részt. Főztünk, mozogtunk, ettünk, ittunk, mindezt napsütésben és jó hangulatban. Aki szeretné magát megmérettetni, vagy csak kikapcsolódna, az látogasson el jövőre a BTK sportnapjára. A fesztiválhetek állandó programjai közé tartoznak a különböző stílusú koncertek. Mi egy jazz duót választottunk, Blahó Attila és Vér Csaba, a műfaj legjobb hazai képviselői közé tartoznak. Blahó Attila 1990 óta foglalkozik jazzzenével, 2005 óta pedig az Erkel Ferenc Jazzzeneművészeti Szakközépiskola jazzzongora tanára. Élete során igen sok elismerésben részesült, mind klasszikus, mind jazz zongoristaként. Emellett dalszerzéssel is foglalkozik, elmondása szerint egyszerre több zenei irányzat is hatással van munkásságára. Klasszikusban és jazzben is, hát úgy mondhatom, hogy járatos vagyok, mivel mind a kettőből szereztem diplomát, és a Gregoriántól a tegnap előtti New Yorki koncertig most már az interneten keresztül el lehet jutni, és ezek mind hatnak rám. Nagyon sok klasszikus zenét hallgatok, de nagyon sok modern kompozíció zenét, Bartókot imádom, Debussyt imádom, de Bachot is, és a legmodernebb, legelvadultabb free jazzt is nagyon szeretem. Vér Csaba már gyermekkora óta foglalkozik zenével, több hangszert is kipróbált már pályafutása során, szaxofonozni 17 éves korában kezdett. Nemrég fejezte be a jazz szakot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, azóta is kitartóan gyakorol, építi zenei karrierjét. Attól, hogy én elvégeztem ezt a két iskolát, az nem azt jelenti, hogy megállt az élet zeneileg, hogy én tudok szaxofonozni. Én egy úton járok, és azt próbálom zeneileg tökéletesíteni. Úgy például, hogy a tanárjaim is naposza 5-6 órákat gyakorolnak mai napig. És akkor belém igazodott, hogy én reggel felkelek, megkávézom és gyakorolok. Ők ketten egy jazz duót alkotva léptek fel a Milléniumi Kávéházban. Az igen bravúros előadás az egyetemi tavasz egyik programja volt. Csabával már 8 éve ismerjük egymást, és a mi kis zenei kapcsolatunk úgy alakult, hogy először mint mentora voltam, és felkészítettem őt Budapestre, először a Kőbányai Zenestúdióba, majd utána ő átnyargalt a Liszt Ferencre, és az utóbbi 4-5 évben kezdtünk el együtt muzsikálni, van, hogy duóban, van, hogy trióban, kvártetben. Koncertjeik általában nagy sikert aratnak, de őket inkább a zene élménye, a közös játék érdekli, semmint az, hányan jöttek el fellépésükre. Inkább a mi részünkről az érdekes, hogy nem meghatározó, vagy mivel a zene van előtérben, és én
én igyekszem ugyanolyan vehemenciával játszani egy maroknyi embernek, mint egy stadionnyinak, mert végül is a zene a legfontosabb, amit létrehozunk, és azt nem határozhatja meg annak a minőségét az, hogy hány ember hallgatja. A jazzzene nem csak hatalmas zenei tudást igényel. Fontos, hogy az együtt zenélés során a zenészek megtalálják a közös hangot, rátaláljanak egymás stílusára. Könnyebb, sokkal jobb, hogyha olyan zenészekkel játszok, akire össze vagyok szokva, és tudom, hogy miután mi jön, szóval, hogy mi a reagálási módszerű zenében. De hát persze ez nehezebb idegenekkel játszani, vagy akivel még nem játszottam. Jazz az egy közös nyelv, és hogyha egyféleképp gondolkodunk, akkor nem kell nagyon sokat próbálnunk gyakorolni, mert hogyha már nagyon sokat kellene ezt próbálni, gyakorolni, hogy ez sikerüljön, akkor már az baj lenne. Jövőben mindketten folytatni szeretnék a zenélést együtt is, meg külön-külön is. Talán országjáró körútjukon ismét elérik majd Szegedet is. Mai műsorunk véget ért. Véleményeiteket és észrevételeiteket megírhatjátok az stmediatanszék@gmail.com e-mail címre. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, akkor ismétlő válogatást láthattok az elmúlt fél év adásaiból. Sziasztok! Viszontlátásra!